És ez a témához kapcsolódik. Következő vendégem Juhász Hajnak, a KDNP országgyűlési képviselője. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ugye Gulyás Gergely azt mondta, hogy a pedagógus bérrendezés több lépcsőben valósul meg, ennek pedig elsődleges feltétel az uniós források megérkezése, amiről már nagyon sokszor beszélgettünk. Ez mikorra, hogyan várható, hiszen ugye úgy tűnik csúszik ez a kifizetés, mi akadályozza ezt vajon? Először is azzal kezdeném, hogy nagyon fontos számunkra a pedagógusok munkája, és nagyon sokra becsüljük őket, és ezért is küzdünk az uniós források minél hamarabbi megszerzéséhez. Ami most a folyamatot illeti, október 12-én volt a tagállamok nagyköveteinek az úgynevezett Koreper találkozója. Itt a magyar kormány kapott egy 2 hónapos határidő hosszabbítást, egyébként erre az uniós szerződések lehetőséget adnak, de ez a tanács részéről is egy komoly gesztus. És az volt az ehhez vezető nagyon fontos út, hogy az összes törvényjavaslatot, amely a 17 intézkedéshez kapcsolódik, ezt nem csak, hogy előtt beterjesztettük, de az országgyűléssel is fogadta, úgyhogy ezt a feladatot elvégeztük. Most a következő lépés az az, hogy ezzel a 2 hónapos határidő hosszabbítással körülbelül december közepéig végre kell hajtani a magyar kormánynak a korrupcióellenes küzdelemhez kapcsolódó intézkedéseket, és hogyha ez a folyamat ilyen pozitívan és konstruktívan folytatódik, akkor maga a tanács minősített többséggel dönthet a kondicionalitási eljárás megszüntetéséről, és reményeink szerint, ahogy Navracsics miniszter úr mondta, akár a karácsonyfa alá, mint egy ajándékként a partnerségi megállapodásnak az aláírása megtörténhet. Ugye ez szükséges a partnerségi megállapodás aláírása a kohéziós támogatásokhoz, valamint hazánk helyreállítási tervének az elfogadása is megtörténhet, és hogyha ezek a folyamatok ilyen reménytelien lezárulnak, akkor 23-ra már az uniós pénzeknek a várására fordulhatunk. Ugye igyekeztem követni ezt az eszmefuttatást, azért az elég szembetűnő, hogy mennyi kívánalomnak, feltételnek, kritériumnak kell megfelelni a magyar kormánynak egy olyan pénz esetében, vagy olyan forrás esetében, amit minden uniós tagállam megszavazott, és minden uniós tagállamnak ugyanolyan jogon járna. Itt azért én érzek némi ellentmondást. Az elmúlt időszak az egy nagyon nehéz tárgyalásokkal teli időszakot zárt le. De az ideológiákról át tudtunk fordulni a szakpolitikára, és azt gondolom, hogy ennek megvannak a maga tanulságai, de kialakult egy konstruktív és pozitív párbeszéd. Ezt szerintem ez az időszak, amire koncentrálnunk kell ebben a rendkívül nehéz háborús helyzetben, és hogy tudtunk olyan 6 területet csoportosítani az intézkedési tervekhez, amelyhez kapcsolódóan ilyen rapid módon és gyorsan meg tudtuk oldani a törvényjavaslatoknak a benyújtását. Én azt gondolom, hogy mindig is egy nagy nyomás alatt voltunk, az illegális migráció, a gyermekvédelmi törvény, tudjuk az ideológiai támadások okát, de egy pozitívumot mindenképp meg kell említeni a bizottság részéről, hogy egy konstruktív párbeszéd az valóban létrejött, hiszen innentől kezdve már új intézkedési javaslatot nem nyújthat be a bizottság felénk, és hogyha a tanács támogatását is megkapjuk, akkor valóban a partnerségi megállapodás aláírásra kerül. Ez nagyon fontos hazánknak, és a jövő évre való rákészülés nagymértékben elősegít. Orbán Viktor miniszterelnök a héten Berlinben járt, korábban volt Prágában ez a nem hivatalos találkozó az unió miniszterelnökei és államfői között. Azért az látszik, hogy a diplomáciai nagyüzem elképesztő módon dübörög, és természetesen ennek a központjában a szankciós politika, az orosz-ukrán háború kérdései vannak. Amikor megírja egy jobboldalisággal nem vádolható angol The Economist nevű gazdasági lap azt, hogy Oroszország kilábalt ebből a válságból, Európa viszont egyre inkább belesüllyed a válságba, akkor nehéz kitalálni, hogy mire gondolnak a brüsszeli döntéshozók a szankciós politika kapcsán vajon. Ő mit gondol erről? Nagyon fontos volt mind a prágai EU csúcs, mind pedig a berlini útja a miniszterelnök úrnak. Számomra az egyik legfontosabb mondat, amit mondott, vagy amin az embernek sokat kell gondolkoznia. A jövő kérdése az az, hogy mennyire tudjuk a szankciós politika felülvizsgálatát elvégezni, és ennek 2 fontos kapcsolódási pontja van. A tagállamoknak el kell dönteni, hogy az európai intézmények vezetésében látják európai jövőt, vagy az európai egységet, vagy pedig képesek vagyunk arra, amire a magyar kormány törekszik, hogy mi a magyar érdek. De ehhez tudni kell, hogy mi a német érdek, az olasz, a spanyol és a többi tagállamnak mi az érdeke.
És ezeket a tagállami érdekeket kell összhangba hozni és harmonizálni, így jön létre az európai egység is. Mi ebből az aspektusból nézzük a szankciók kérdését is. Amit miniszterelnök úr hangsúlyozott, az az, hogy képes kell lennünk arra, hogy megteremtsük az energiafüggetlenségünket, de ez az első lépés. A második lépés, hogy képesek legyünk választani az alternatívák közül. És a jelenlegi helyzet az, hogy kiszolgáltatottak vagyunk az északi áramlat támadása óta, ami egy terrortámadás. Látjuk azt, hogy a török áramlat az egyetlen biztonsági pont számunkra. És nem lehet az a cél, hogy az orosz függőségből egy amerikai függőség irányába menjünk. Ezért kell a szankciós politikát felülvizsgálni. Ahogyan fogalmazott miniszterelnök úr, maga a szankció egy primitív eszköz, a hatása pedig katasztrofális. De képesek kell lennünk arra, hogy felülvizsgáljuk a szankció kérdését, mert egy politikusnak vagy egy kormánynak egy olyan irányba kell mennie, hogyha Európa jövőjében gondolkodunk, hogy mit értünk el, képesek voltunk-e újra gondolni az elkövetett hibákat, akár uniós szinten. És ugye sokszor beszélgettünk arról, hogy a szankció kérdése az egy brüsszeli döntés volt. Ezért kell visszamenni a tagállamoknak a saját kezükbe az irányítást, de ehhez mind a 27 tagállamnak pontosan meg kell határozni, mi a saját érdeke. Igen, de itt van a fő nehézség, hogy mind a 27 tagállam egyetértsen ebben, hiszen látszik mondjuk, az Európai Parlamentet leválaszthatjuk erről, mert ott mindig politikai és ideológiai csatározások vannak, de a tanácsban azért teljesen más a helyzet. Itt viszont látszik, hogy azért nagyon megosztottak, az alapító országok teljesen más szempontokat vesznek figyelembe, vagy más véleményt képviselnek, mint mondjuk a később csatlakozott országok. A hazánk helyzete abból nehézkesebb, hogy mi sokkal közelebb vagyunk a frontvonalhoz, mint mondjuk a spanyolok vagy a portugálok, tehát itt nagyon nehéz összeegyeztetni ezeket a véleménykülönbségeket. Van erre remény ön szerint? Én azt látom, hogy két pólusra oszlik most az Európai Uniós gondolkodás, a háború vagy a békepárti gondolkodásmódra. Azok, akik olyan helyzetben vannak, mint hazánk, hogy a szomszédos országban zajlik egy háború, egyértelmű, hogy a béke pártján állunk, és a tűzszüneti tárgyalások elérése érdekében, de nő azoknak a tagállamoknak a száma, akik függetlenül attól, hogy szomszédos országok vagy nem, látják az energiaárak óriási növekedését és az inflációt. És egyre több olyan tagállam van, amely ennek a felülvizsgálata irányába megy, és ez egy reményt adó ok, amire tudunk építeni. A prágai EU csúcsnak ugye a döntőkérdése az volt, hogy mi lesz az energiaárak kérdése, és ugye a bizottságot felszólítottuk, hogy az energiaárak csökkenése irányába menjen. És még egy fontos dolog, ugye az is egy nagyon komoly eredmény, erről is azért szerintem fontos beszélni, hogy a 8. szankciós csomag kapcsán ugye mi kivételt képezünk a vezetékes kőolajszállítás alól, valamint a nukleáris energiához kapcsolódó szolgáltatásokról. Itt ennek azért fontos jelentősége, mert a Paks bővítése, a reaktorok kérdése, ebbe az irányba mehetünk, és ide térünk vissza, amire törekszünk, ez pedig a függetlenségnek a megvalósítása. Ezt minden tagállam fogja a saját bőrén érezni, ez csak időkérdés. Igen, ez a függetlenség rengeteg idő, és még több pénz. Talán itt a fő bökkenő ebben, hogy ennek a függetlenségnek, vagy az orosz energiahordozókról való leválásnak elképesztő költsége van, és azért ez nem megy egyik napról a másikra. Ezt hogyan lehet áthidalni, hiszen az Unió szemmel láthatóan eléggé sötétben tapogatózik ezen a téren? Én megint miniszterelnök urat idézném, ő azt mondta, hogy neki az a felelőssége, hogy amikor eljön az a pont, hogy Ukrajnát kell segíteni, az ukránokat kell segíteni, vagy a magyar embereket kell segíteni, hogy ne essen térdre a magyar gazdaság, akkor neki a magyar érdeket kell választani, és én azt gondolom, hogyha van egy erős magyar hang, van egy V4-es szövetség, és vannak olyan politikusok, akik hasonlóan gondolkodnak, mint miniszterelnök úr, akkor ez idővel azt hiszem, hogy meg fogja hozni a gyümölcsét, és ezen dolgozunk, ebben hiszünk. Jó, Szalajnalka, köszönöm szépen a beszélgetést. Én köszönöm.